Hello. Na hát itt van az országnak az egyik legörgebb felvonója, idén 60 éve állt üzembe. Tökéletesen működőképes a mai napig. Lesikláshoz az ember hátul akasztja be, hogyha túra sízni szeretne, akkor hátul kiakasztja, és mozog a hátsó sarokrész. Innentől futósíkként is alkalmazható. Ez, amikor épült, abban az időben, a szocializmusban, ez az országnak az egyik legkomolyabb óriás műlesikló és szlalompályája volt. Tehát egy fekete-piros meredekségű pályának megfelelő. Összességében ez most egy nehéz pálya, és ha még hozzávesszük, hogy nincsen ugye, pálya a karbantartógépünk az adottságok miatt, ezért kezeletlen sípálya, ez egy extrém pályának tudható be. Persze alkalmas viszonyok mellett egy középhaladó síző is tud rajta síelni élvezhetően. Ezt az alsó kötélvezetésű drótkötél felvonót ezt egy képzés után lehet használni. Egyébként balesetveszélyes, mert csak egy kötél megy, jön fölfelé, és arra kell egy speciális kulccsal és egy övvel rákapcsolódni, amit aztán a kiszállóhelyre érkező, hogy el kell engedni. Sokan kérdeznek, hogy mi a jövője a pécsi sípályának. Hát ugye a hóágyúzás meg téli körülményeknek a kitolása az egyelőre anyagi meg természetvédelmi jogi szempontok miatt az még várat magára, de szeretnénk műanyagborítást egy szakaszon, és terve van, hogy a városban belül egy sí iskolát létesítünk a PVSK sí szakosztálynak a szakmai vezetésével, befektetővel és a várossal közösen, és ott, ahol gyerekek tudnak megtanulni síelni. Ez inkább ilyen sí óvoda, sí tanpálya tulajdonképpen, és ez biztosítaná az utánpótlást. Én sízek rajta 63-ban, ja, édesapám csinálta rólam azt a képet. Mindent kihasználva síztünk. Egyszerű volt az élet, egy egyszerű bakancsal, lehetett lesiklani, lehetett sífutni, lehetett ugrani, és ugyanazzal mentünk korcsolyázni is. Tehát mindent egyben, meg iskolába is abba jártunk. Úgyhogy ennyiben könnyen volt az életünk, igen, tehát nem kellett külön felszerelés ide, meg külön felszerelés oda. Hát én itten 1952-től vagyok pécsi, azóta járok föl sízni a Mecsekre, és 58-ban kezdett ez a pálya épülni, és nagyon-nagyon vártuk, hogy épüljön, mert azelőtt csak a Kisréten lehetett sízni. Ha jól emlékszem, akkor 1961-ben volt a pályaavató, akkor még nem volt sífelvonó, a sífelvonó az 2 évvel később készült el. Na én nem mondom, hogy Pécs mindig ilyen havas volt, de nagyon jól ki tudtuk használni, mert közel volt a városhoz, meg az északi oldalon sokáig megmaradt a hó. Tehát a városban már nevettek rajtunk, hogy mi síléccel jövünk föl, de az északi oldalon a hó nagyon sokszor megmaradt, és jól ki tudtuk használni. Ha délután, ha már csak még lehet, hogy már csak hófoltok voltak, de mi síztünk itt, és azért is, mert hát külföldre nem nagyon lehetett utazni, vagy egyáltalán nem lehetett utazni, tehát nagyon jól ki tudtuk használni ezt a közeli sípályát, mert a sípálya közel van a városhoz. Tehát munka után föl lehetett jönni, akár ingben, nyakkendőbe, itt átöltözni, és síztünk 2 órát, és ennek ez volt a lényege, a mindennapos sízés volt a lényege. Nem az, hogy egy évben egyszer elmegyünk Ausztriába, és akkor egy hét alatt ugye minden történik, sokszor a balesetekkel együtt is, mert nincsenek elően felkészülve. Milyen a pálya? Most már ott van az autópályán. Köves. De bóckodni jó volt.